Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Meg kell, hogy mondjam, hogy tegnap is, és a mai napon is 42 fok van itt Mallorca szigetén. Úgyhogy kicsit így izzadok itt a kamera előtt, ezért ne csodálkozzatok. Ezen a lámpák is itt melegek, tehát nagyon kellemetlen most itt a levegő ventilátor nélkül, de azt nem tudom bekapcsolni, hiszen akkor a háttérben van ez a zaj. Hát nem tudom, hogy milyen az időjárás Magyarországon, de gondolom ott is hőség van, hiszen júliusban mindig nagyon meleg szokott lenni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Itt a képek utalnak a pénteki napra. Ha te egy hölgy vagy, akkor megvan ez a büszke királynői fellépésed. A kezedben van a kard, és segít abban, hogy bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat le tudj zárni. De ezzel a karddal lezárhatod a félelmeket is. Amit ez a kard itt még jelent, fontos döntéseket akarsz hozni. És jelenti a kommunikációt is, hogy újra beszéltek egymással. Itt láthatóak a kelyhek, és utalnak az érzelmekre. De itt érezhető a félelem, a bizonytalanság, a csalódások, hiszen ez a kártya mutatja a könnyeket, a könnyek mezeit. De ezt elvágod ezzel a karddal, hátat fordítasz a múltnak, és vannak itt lehetőségek, mert te most döntéseket hozol, és egy új irányba tekintesz. Ez a kártya erősíti a hitedet. Abban az esetben, ha munkáról, hivatásról van szó, és ott valaki megsértett téged, és el akarsz búcsúzni ettől a munkahelytől, itt lesz egy irány, és ez lehet egy spirituális terület. A párkapcsolatot illetően ez a kép utal a hitre. Szombat az itt látható. Itt megjelenik kétszer az arany érem. Ez jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, az értékeket, hogy ez a férfi értékel téged. Ez az arany érem jelenti a föld elemét is, a reális dolgokat, hogy ő meg akarja valósítani a terveit, hiszen szüksége van a biztonság érzetére. Itt van mozgás ugyan, de még fékezi az eseményeket, megáll egy pillanatra, a kezében az arany érem, erre odafigyel, tehát ügyel az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, vagy elgondolkozik azon, hogyan közeledjen hozzád. De elfoglalja a helyét, és ő is megjelenik itt, mint egy király, te is, mint egy királynő, tehát egy hangban lesztek. Érzelmekkel közeledik hozzád, hiszen átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami utal érzelmekre. De te ezt nem veszed észre, vagy még nem bízol benne. Vasárnap itt látható. Újra a kelyhek, tehát az érzelmek. A három kehely összetörött. Ez jelenti a múltat, sebzett emlékeket. Jelenleg befele fordul, itt is látható, hogy megáll még egy pillanatra, elgondolkozik azon, hogyan tovább, vagy meditál valami felett.
Előtte ez a két kehely jelenti a jövőt, az érzelmeket és a párkapcsolatot. Itt kettő tökről van szó. Téged és őt jelent, tehát nincs harmadik személy a jövőt illetően. Itt is a kelyhek láthatóak, de ebből 9 darab van, és ez azt jelenti, itt van egy kerítés. Ő nem tudja, hogyan tovább. Elérkezett a kerítésig, de nem látja azt, hogy mi történik majd, hogy mi van a kerítés mögött. Itt át kellene másznia, és valamit terveznie, de itt még vannak félelmek és bizonytalanságok nála, ami fogva tartja őt. Mert nem tudja azt, hogyan fogsz reagálni, ha ő itt átnyújtja ezt a kelyhet. Lehet, hogy te ezt észre sem veszed, hogy milyenek a szándékai. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!